Advent harmadik vasárnapján még közelebb kerülünk a várva várt csodához, a Szenteste ígéretéhez. A hit és a remény mellett az ünnepi készülődés hangulata és az öröm is beköltözik a lelkünkbe. Ilyenkor érdemes megállni egy pillanatra, és hálát adnunk mindazért, amink van. Ez az időszak az évben, amikor ilyen csodálattal és szeretetteljes napokat élünk meg. Ilyenkor számot vetünk, mérlegelünk, időt fordítunk egymásra, és ha a munkánkat szorgalommal és kitartóan végezzük, örömmel téve ezt, akkor egész évben az advent évvégére megkapja a jelentését. Kedves vendégeink, a harmadik adventi gyertya üzenete ennyi. Örüljünk mindannak, amit elértünk az életben, és megdolgoztunk érte. Kedves vendégeink, köszöntöm Önöket harmadik gyertyagyújtásunk alkalmából. Tisztelettel köszöntöm dr. Elek Tamás urat, járási hivatalvezetőt, Szőke Zoltán polgármester urat, Rádúj Zsolt alpolgármester urat, dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonyt, és Petruskáné dr. Legezett Imea a jegyzőasszonyt. Most kérem, hallgassák meg hivatalvezető úr köszöntőjét. És nagy szeretettel köszöntök mindenkit, így advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján. Az a megtiszteltetésért, hogy az elmúlt években én már harmadszor ugyanerről a témáról tudok egy kicsit értekezni, és én is úgy gondoltam, hogy valami sajátos oldalról próbálom megközelíteni ezt a kérdést. És hát ennek a gondolatkörnek a közepe az öröm. Mi is lehetne más? Amikor öröm ér bennünket, akkor mindig valami jó történik előtte velünk. Nem rossz, mert akkor szomorúak lennénk, hanem jó, mert örülünk, örülhetünk. De ez az öröm nem kifejezetten kirobbanó, nem hirtelen jön, hanem az öröm úgy eltelik velünk. Mit telünk el vele? Az öröm tehát valami jó történik velünk, és bennünk valami jó keletkezik. Hogyha ezzel megbarátkozunk ezzel a gondolattal, ha tudatosan átéljük, akkor érdemes azon is elgondolni, hogy mégis sokféle öröm van. Én most három, illetve talán négy csokorba szedem a gondolatokat ezzel kapcsolatosan. Az első a hétköznapok öröme. Az öröm az embernek tényleg nagyon mély sajátja. Minden nap velünk van. Én azt hiszem, talán most is velünk van. A hétköznapokban, amikor megtapasztaljuk, akkor általában valakitől kapjuk. Vagy adunk érte valamit. A hétköznapi örömnek ez a jellegzetessége, hogy köze van valakinek hozzá. Jót kapunk, jótól. A hétköznapi öröm azonban az adventi ünnepkörben mégiscsak elgondolkodhat bennünket. Mert a vásárlás is ebbe a körbe tartozik. Abba a körbe tartozik, hogy veszünk valamit, és kapunk örömöt. Önmagában ez nem gond, csak karácsonykor ne csak vegyünk valamit. Ez vezet bennünket oda, hogy van a hétköznapi öröm, és van az ünnepek öröme. Az ünnepek öröme valami egészen más. A karácsonyt már említettem, és talán még gondolatot is fogalmazok meg ezzel kapcsolatosan, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legnagyobb öröm mégiscsak a gyermek, mégiscsak az unoka, mégiscsak a család. És vegyük észre, hogy soha senki nem ad érte pénzt, és nem kell érte pénzt adnunk. Az különbözteti meg a hétköznapi örömöt az ünnepek örömétől, hogy nincs mögötte valami adásvétel. Nem kell adónak és vevőnek lenni, vagy ha igen, csak szellemiekben történik meg a dolog.
Ránézek a gyerekemre, és soha el nem múló öröm van benne. Akiknek már van, ránéznek az unokájukra, mindjárt jönnek a gyerekek, fellépnek, és tudjuk, hogy semmit nem adtunk érte, kaptuk. Kaptuk ezt az örömet. Ez az ünnepek öröme. És a harmadikat úgy fogalmaznám meg, hogy a megváltás öröme. Valójában, amikor mi így itt összejövünk együtt, akkor ne felejtsük el, hogy egyházi ünnep kereteiben vagyunk. Természetesen Gábor atyának ezt meg fogom hagyni, és kérem, hogy erről, ha lehet, akkor beszéljen, de tudnunk kell nekünk hívőknek, vagy akár nem hívőknek, hogy ez az ünnep a megváltásról is szól, és a megváltás öröme ugyanúgy öröm. Amikor karácsonyra készülünk, akkor vegyük észre, hogy nem szabad összetévesztenünk a hétköznapok örömét az ünnep örömével és a megváltás örömével. Ha erre képesek vagyunk, akkor nem kell magyarázkodnunk arról, hogy egy tárggyal váltottunk meg valamit, egy örömet okoztunk egy tárggyal valakinek. És nem kell a televízióban odafigyelni sem arra, hogy mindenki arról beszél, hogy ne tárgyasuljon el a világ. Nincs rá szükség. Ha ezt a gondolatsort talán egy picit, ahogy én most elmondtam, végig gondoltam saját magamnak, és megosztottam önökkel veletek, ha ezt a gondolatsort magunkévá tesszük, és nem tévedünk el a hétköznapi örömök, az ünnep öröme és a megváltás öröme közötti különbségtételben, akkor talán az igazabb út irányába haladunk. Én ebben a gondolatkörben kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyt, és szeressétek egymást, szeressük egymást. Köszönöm szépen! Köszönöm hivatal vezető úr kedves szavait. Most kérem Földes Gábor plébános urat, ossza meg velünk adventi gondolatait. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai délutáni órában, amikor eljöttünk ide, hogy meggyújtsuk az adventi koszorún a harmadik gyertyát, amely hagyományosan rózsaszínű, az öröm, az örvendezésnek a színe, hiszen advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja, ahogyan többször is elhangzott ez már a mai délutánon, akár a hivatal vezető úrnak a gondolataiban is. És ugyanakkor valahol jelzi számunkra az adventi koszorú azt is, hogy már három vasárnap eltelt, vagy harmadik vasárnap van, és már csupán egy gyertya nem fog, vagy egy gyertya választ el bennünket karácsonytól. Azért mégis az adventi idő kezdetén, amikor elindultunk a kis utunkra, akkor hallottuk azt, hogy az advent várakozási idő, készületi idő, amikor minden ember szívében ott van a várakozás, de talán érdemes föltenni a kérdést, és nem kések ezzel a kérdéssel, hogy ki mit is vár valójában. Talán legtöbben azt mondanánk, hogy a karácsonyt várjuk, és nagyon sokan ezt ki is mondják. Gyerekektől is megkérdezzük adventi időben az iskolákban, de nem csak én, hanem hitoktatók, lelkipásztor, társaim, kollégáim itt a környéken, hogy mi az, amit vártok a karácsonykor, vagy a karácsonytól. És visszagondolva kicsit a saját életemre is, a saját gyerekkoromra, amikor elkezdtem tanulni a betűvetésnek a művészetét, mindig a tanáraim, nevelőim irattattak velünk leveleket a Jézuskának, és megfogalmaztuk benne azt, hogy mi is az, amire vágyunk, mi az, amit szeretnénk kapni, és talán el is küldtük ezeket a leveleket,
És végül is az egész advent arról szólt karácsonyig, hogy vajon megkapjuk-e, amire vágyunk? Vajon a Jézuska elhozza-e nekünk azt, amire szükségünk van? És hát visszagondolva, mindannyiunknak voltak talán ehhez hasonló élményei, és volt, amikor teljesült az álmunk, a vágyunk, és akkor ott volt bennünk az öröm és a boldogság. És ugyanakkor pedig sokszor lehet talán csalódottak is voltunk, amikor nem azt kaptuk, amit szerettünk volna. És lehet, hogy akkor úgy éreztük, hogy nincs is meg az öröm és a boldogság az életünkben, vagy a karácsonyban. Ez egyszerűen csak úgy vártuk, hogy vége legyen, elmúljon. És talán ott volt valahol mégis a remény, hogy na majd a következő jobban sikerül, majd az talán szebb lesz. Na de ahogyan azért elkezd növekedni az ember, talán megérti azt, hogy valóban nem a tárgyak, nem az ajándékok a lényegesek, mint ahogyan a hivatalvezető úr is utalt erre a gondolataiban. Hiszen a lényeg az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Olvasható János evangéliumában. És ez a leglényegesebb pont. Teljesen mindegy, hogy az ember mit kap, mit talál a karácsonyfa alatt. A legnagyobb ajándékot az Isten adta az emberiség számára. A megváltót, a szabadítót, az üdvözítőt, az Úr Jézus Krisztust. Nélküle nem is lenne karácsony, nem is lenne adventi időszak, nem várnánk, nem készülnénk rá. És a készülethez hozzátartozik természetesen a bűnbánat, a megtérés, és természetesen a várakozás is, amiben nem csak úgy passzívan veszünk részt, hanem aktívan készülünk a karácsonyra, nem csak bevásárlással, nem csak azzal, hogy megszépítjük az otthonainkat, akár kívül, akár belül, hanem a szívünket és a lelkünket is. Igazából, amikor mai vasárnap több szentmisét bemutattam különböző településeken, ott is fölvetődött a kérdés, hogy ma az öröm vasárnapja van, és hogy minek lehet igazából a mai vasárnap örülni. És a szentmisének a introitusa, kezdő éneke adja meg legjobban és a legtömörebben a választ erre a kérdésre, hogy az Úr közel van már hozzánk. És talán így ezen a délutánon érdemes föltenni a kérdést, hogy így, hogy közel van már hozzánk az Úr, hogyan állunk itt, hogyan vagyunk itt, hogy egy kicsit, mivel azt is lehetne mondani, hogy rövidebb lett az advent, hiszen advent 4. vasárnapja, december 24-e szenteste is egyben, amikor már majd este ünnepeljük az üdvözítő földi születésnapját, hogy vajon úgy érkezek-e meg-e a jászola elé, hogy tényleg ott van bennem az az igazi öröm, az az igazi békesség, az az igazi boldogság, hogy el tudom-e fogadni az Istennek ezt a nagy ajándékát az emberiség számára, vagy éppenséggel mi az, amit én oda tudok tenni a kis Jézus jászolához, én mit tudok neki adni ajándékba. És nem akarok hosszú sem lenni, bár már így is hosszú is voltam, én is mindenkinek kívánok egyrészt Istentől még megáldott békés és készületekben gazdag adventet, és ugyanígy békés, boldog karácsonyt is. Köszönjük szépen plébános úr szavait, kedves vendégeink, a Varázs Szeruza óvoda óvodásait fogadják szeretettel. Felkészítő pedagógusaik voltak Gazdag Etelka, Dafné Róka Ildikó és Bozóné Kapusi Margó, munkájukat segítette Szabóné Szakos Beáta. Szörgessetek már, de minden
Puha ködbe burkolózva, mint a téli
terüket, gyermek arcú angyalok, érthetetlen haladatlan, csöndbe vártott dallamok, felregből leskelődő, láthatatlan angyalok. Köszönjük szépen a gyerekek műsorát, és most kérem hivatalvezető urat és plébános urat, gyújtsa meg az adventi koszorún az örömgyertyáját, segítségükre lesz Bozdásli óvodás. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, szörgessetek! Kedves vendégeink, a következő percekben a Móricz Zsigmond Színház művészei lépnek önök elé. Kérem, fogadják szeretettel Kosik Anitát, Munkácsi Anitát, Nagy Idai Gergőt, Tar Dánielt, zongorán kísér Csernák Tibor. Műsorok címe: Béke szájon! Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saved a wretch like me.
was blind, but now I see. Köszönjük és üdvözöljük Önöket ezen a rendkívül hideg, ám rendkívül kedves estén. Folytassuk akkor talán valami versen. Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs bocik szájának langyfuvalma jobbtán, mint csillagűr szele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábadhoz tömjén hult és aranyhult. Kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad te a földi test koldus ruháját, hogy fölvetted ezt. S nem vélted rossznak a zord életet. Te, kiről zengjük, hogy megszületett. Szeres hát minket is, koldusokat. Lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat. Csenges éjünk a nát, s csillancsd elénk törékeny játékunkat. A reményt. Most 2023-ban a most következő versnek, hát nem mondhatom, hogy nagyobb érvényessége van, mint valaha, mert hát pontosan arról szól, hogy láttunk már ilyet. A lényeg az, hogy egyáltalán vagy nem szeretnénk ezt nagyon közelről átérezni. A fényesség és angyal is emlékezés egy világháborús karácsonyra. Az égbolt elsötétedett, s akár a végítélet zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett. Gyermek szívünk is oly nehéz. A házak és a kertek, az egész törékeny világ éreztük velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pejhek is vigyázva földet értek. A fényességes angyal is, ő is a földre lépett. Raindrops and roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are the few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apples for those, doorbells and sleigh bells and schnitzel with the noodles. Wild geese that fly away with the moon on their wings. These are the few of my favorite things. Ooh. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are the few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. When I don't feel so bad. Ooh. Ez a dal véletlenül mindenkinek ismerős lesz, és az első verszak után talán mindenkinek eszébe jut valaki, aki ezen a karácsonyon is hiányozni fog. Fogadják szeretettel. Kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertyú égben. Azokért, akik elzárkóznak a jótól, akik nincsenek itt, s nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égen. Égig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, sohasem oljon el. Így érjen a fény egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig
kikre család, gyermek, otthon rég nem vár már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindenkiért egy-egy gyertya égje. Mindazokért, akik nem vették még észre, örök nincs kell minden fegyvert fogó kézre. És mindenkiért, aki nem hiszi ezt, mindenkiért egy-egy gyertya égjen. Akkor a következő vershez, amelyet Tardani kollégám fog tolmácsolni, lenne egy kis házi feladat, vagy útravaló az advent időszakában, vagy az következő évre talán, hogy Reményik Sándor tudott valamit, és ezzel a verssel szerintem azt adta örökül, hogy sokkal jobban kezdődik a következő nap, hogyha az előzőben, amikor lefekszünk, akár a karácsony időszakában, amikor már megsütöttük a 12. beiglit, és megcsináltuk a hidegtálakat, akkor lefekszünk, és végig gondoljuk este, hogy egészen azután, hogy mi a teendő még holnap, és mi az, amit nem csináltunk meg, hogy mi volt a mai nap kegyelme. És ezek egészen apró dolgok lehetnek. Úgyhogy próbáljuk meg ezt így a továbbiakban. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzott véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kávulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe veled. S olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
herceg sejem szalagját. Most együtt bontsuk fel. A számlát, hogy sem veszíthetjük el, most mégis rejtjük el. S mint szerint kéz a lázas gyermek forró homlokát, vagy rossz álom, mely felriasztél, és oda bújsz hozzám. Olyan jó, 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 de van, hány perc az minden. Ó, mond, meddig tart. A béke nehogy végleg elfelejtsd, hiszen, hogy létezik. Mondd meglepen, ha átnyújtom neked az ünnep perceit. Csak félre kapcsolj csengetés, ha drága hangot vársz, vagy régi zsebben maradt lét, mit szűk napon találsz. Dalunk az, aminek a dallama szerintem mindenkinek a fülében megvan valahonnan. Még talán az édesanyjától hallotta először altatóként, ilyenkor a karácsonyi időszakban, úgyhogy ha van kedvük, akkor dúdoljanak is, énekeljenek velünk. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. Jézus ágyán nincsen paplan, jaj, de fázik az ártatlan, hogy is lehetne bundája, felszett a báránykája. Szűz Mária várja, várja, aludjon el Jézuskája. Szívből szívvel ámolgatja, két kezével ringatgatja. Aludj, aludj én szentségem, csillag, villan, széles égen, fényes útját, bölcsek járják, áldásodat várva várják. Aludj, aludj boldogságom, harmad
csillog minden áron, pici tested gyönge mégis, tiéd lesz a föld, az ég is. Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánunk áldott, békés, boldog ünnepeket. Áldott ünnepeket, áldott ünnepeket. Köszönjük szépen Móricz Zsigmond Színház művészeinek műsorát, önöknek pedig azt, hogy ebben az zord hidegben kitartottak itt velünk. Várjuk önöket december 22-én pénteken ide a Szent Mihály térre, a 4. adventi gyertyagyújtás alkalmára, amikor az Aranyhang kórus fog fellépni. További szép hétvégét kívánok, szép estét!